Ebben a videóban padlásfödémekről lesz szó, most olyan tekintetben, hogy milyen járófelületeket lehet vagy kell létrehozni. Tehát ez a mondjuk a földszintünk, ez a pincénk és ez a padlásunk. Most nézzük meg azt, hogy ezen a padlásfödémen, ha egy járófelületet akarunk kialakítani, hogy ezt a padlás tárolásra használjuk, akkor miként kell eljárnunk. Tehát ez nem egy lakott tér, tehát itt adott esetben mínusz 10 fok is lehet, itt ugye ez egy fűtött tér, hanem egész egyszerűen olyan járófelület, ami a padlás födén felett lebegve kvázi megoldja a pakolási problémáinkat, illetve hát egész egyszerűen egy kémény karbantartáshoz fel tudunk menni, vagy valamiféle tetőkibúvót meg tudunk találni, hogy kiüssünk a tetőre. Lényegében ez egy ilyen műszaki járda, de sok mindenre használhatjuk. Most nézzük meg ennek a ragozásait, hogy itt milyen padlás rétegrendek lehetnek. A legtipikusabb esetben több videó fog készülni, több részben nézzük meg, hogy kinek melyik, ami alkalmas lehet. Hát egy következő, vagy egy első verzió lehet például az, hogy a fafödémünk, ami sokféle kialakítású lehet például olyan, hogy deszkák jönnek sorban, és ezt akár alulról látjuk is, vagy lehet olyan, egy másik verzió, hogy deszkákat úgy helyezték el, hogy eltolva egymáson, és alulról ezt látjuk, és lehet egy olyan harmadik verzió is, ugye ez volt egy egyes, egy olyan kettes, amikor alulról deszkázva van az egész felület, és egy stukatúrnáddal és színezéssel, vakolásra színezéssel ezt az egészet nem látjuk, illetve hát ezt a vakolatot látjuk, és a deszkát nem. Tehát rengetegféle fafödén készülhet, ennek rengetegféle variánsai, felújításai létezhetnek, az álmennyezetes megoldástól a tetejére pakolok mindent megoldásig, de most ezeket engedjük el, tehát se pározárási, se hőtechnikai kérdés most nem lesz, hanem egész egyszerűen nézzük meg azt, hogy milyen padló rétegrendet lehet vagy szokás kialakítani. Az egyik verzió az az, hogy mondjuk meghagyjuk ezt az agyagtapasztást, ami itt van rajta, és erre az agyagtapasztással dolgozzuk rá, építjük rá a járdánkat, ami járdánk legtipikusabb esetben egy olyan palló, ami aztán egy nyitott, nyílt hézagos deszkázatot hordoz. Ez a deszkázat tehát, ha bármi is történik, a párát ki tudja engedni a résein keresztül, hiszen hosszoldásait tekintve, amit itt esetleg itt térben meg lehet mutatni, réssel rendelkezik, tehát itt 1-2 centi rés van már gyárilag a deszka fektetéskor, és a pár, ha mégis valahogy átküzdötte magát, akkor ki tud jutni. Ugye régen ez a agyagtapasztás volt a párazárástól, a hőszigeteléstől, a teherelosztásig minden. Itt most tulajdonképpen ezt a teherelosztó funkcióját meghagyjuk, de ebbe azért nem lehetünk teljesen biztosak, ezért alulra ilyen teherelosztó deszkákat javaslok, hogy meg tudjuk oldani ennek a deszkázatnak a erőteljes koncentrált terhe kicsit elosztódjon. Akár lehet úgy is, hogy ezeket a deszkákat összenövesztjük, és egy nagyobb darabot helyezünk el, és akkor még jobban lehet a deszkák terheit elosztani. Tehát ezeken a idézőjeles sítalpakon fog a teher könnyedében, kevésbé koncentráltan átadódni a meglévő födémre, hiszen azért ezeket nem arra találták ki, hogy itt pontszerűen terhelgessük őket, de azért alkalmasak voltak arra, hogy a búzát fönt tárolják, vagy a kukoricát, vagy különféle nagyobb terheket. És ez a fa váz fogja nekünk tulajdonképpen a terhelést átvinni a födémre, ennek a deszkázatnak, mint járófelületnek a terheit, illetve hát, ha mi rajta járunk, akkor a mi terheinket. Ez persze be tud fogadni közbenső részeibe hőszigetelést, oldalról is, és meg kell békélnünk azzal, hogy ezeken a helyeken bizony hőhíd van, hiszen ez a fa kevésbé lesz jó hőszigetelő, mint maga a hőszigetelés, ami ezt körülveszi. Tehát erre érdemes odafigyelni. Persze ragozhatjuk, hogy teszünk be ide elválasztott csíkokat, valami parafa, vagy tömörgumi, vagy esetleg XPS csíkok formájában, és akkor kicsit hőhíd megszakítunk ez esetben is, de arra azért minden esetre figyeljünk, hogy itt legyen itt egy pici rés, 2-3-5 centi, azért, hogyha mégis átjutott a pára, akkor legyen helye kitérni, és ki tudja itt pöfögni magát a deszkázat résein. Nézzünk meg gyorsan még egy másik verziót, amikor eltávolítottuk ezt a agyagtapasztást, és natúr csak a deszkák látszanak, akkor is ugyanezt a megoldást meg tudom csinálni. Legfeljebb akkor ténylegesen fontos ez a folyamatosan végigfutott teherelosztó palló vagy deszkázat, amire aztán tudom telepíteni azt a élére állított pallót, mint szerkezetet, ami aztán a nyílt hézagos deszkázatomat fogadja. Na, ennek a ragozásait visszük aztán tovább a következő videókban, úgyhogy addig is minden jót mindenkinek!